pontosan 2017. október 11-én találtuk ki, hogy mi ezt valamikor valahol megcsináljuk. Egészen elementális erejű színházi produkció. Adrián meg Hasi volt a legelőször, aki ezt így elkezdte tervezgetni, és amikor én említettem, hogy nagyon szívesen szeretnék foglalkozni zenés anyaggal, akkor ők mondták, hogy nekik van egy ilyen ötletük, hogy a Gatsbyből esetleg lehetne valamit csinálni. Igazából túl sok esélyt nem láttunk rá, mert azt éreztük, hogy ez egy nagyobb lélegzetvételi dolog kellene, hogy legyen. És amikor jött a lehetőség a Vígben, és azt éreztük, hogy van egy csapat, van egy Gatsbynk, ki lehet osztani a történetet, akkor azt mondtam, hogy ebbe bele kellene vágni talán, és meg kellene próbálni. Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy ebbe a produkcióba benne lehetek, mert olyan szívügyem. Az van a regénybe is belekódolva való, hogy ez egy elveszett nemzedék. Mi egyáltalán nem tudjuk még, hogy mi milyen nemzedék leszünk. Azt hiszem, nem is sejtjük. Valahogy ezt a nemzedéket kellene nekünk itt újra fogalmazni a színpadon. Biztosak benne, hogy nem sikerül, mert ez bele van írva az anyagba, és szerintem a légkörben is benne van, hogy mi egy nem túlságosan jó sikerült nemzedék vagyunk. Az út keresése most ennek az anyagnak az az, hogy amit most mi élünk, amit körbevesz minket világ, ez a valósága, vagy volt-e már az életünkben olyan pillanat, ami ennél nagyobb valóság volt? És érdemes-e hazudnom magamnak egy életet ezért a pillanatért, mert azt gondolom, hogy az többet jelent, mint a jelenlegi életem. Valami megfoghatatlanabb belső dolgot kerestünk. Azt szerettem volna, hogy ez egy döntés legyen, hogy egy ilyen fiatalabb szereposztás legyen. Talán egy ötössel alatta vagyunk annak az életkornak, ami, ahogy ez meg van írva. De nagyon erőteljesnek éreztem azt, hogy egy fiatal ember mesél el egy történetet. Ezt a történetet, ami nem róla szól, hanem valakiről, akit igazából nem kedvel. Én szeretem, hogyha nézők már valamennyire ismerik a történetet, hogy ne csak a történetre tudjanak figyelni, és ne az vigye el a figyelmük teljességét, hanem maga a hatása is az anyagnak, a szavakon túli és a történeten túli hatása. Készítettem egy adaptációt, Adrián meg Attila eldöntötték, hogy hol legyenek benne a dalszövegek, vagy a dalok. Na, én is beleszólhattam, hogy szerintem hol lennének jók a dalok, a fordulópontok. Sok egyértelmű volt. Ilyenkor Attila elkezd gondolkodni a vízióján, a képeken, a díszlet és jelmeztervezővel dolgozik, Adrián pedig elkezd gyűjteni a zenei inspirációt, és elkezdjük összeforrasztani, hogy egy bizonyos zenei világhoz stimmel egy bizonyos látványvilág, ami ezt stimmel egy bizonyos szövegstílus. Az én fejemben, meg a Hasi első szövegkönyvázlataiból fakadóan nekem összeállt egy olyan zenei tükör, hogy dal, próza, jó lehet aláfestő, azt úgy is tudtuk, hogy lesz. És akkor megvoltak azok a dolgok az én fejemben, hogy na ezek dalok. És tulajdonképp ezek dalok is maradtak, de nem zárt számos számok. Tulajdonképpen Adrián és Attila ketten jöttek rá, hogy milyen típusú dalszövegek illenek ide. Szürreális dalszövegek, absztrakt dalszövegek. Attól, hogy nem a ma ismert musical forma, attól számomra ez azért musical, mert saját zenei világa van, beszéden túl nem a szöveget erősíti meg, hogy nem az érzelmek folynak el, hanem van, hogy zenével indul valami, és azt fogja meghatározni, van, hogy a zenébe csöppenünk bele, és úgy bomlik ki az egész. Nem hoztunk döntést abban, hogy a daloknak informatív jelleggel kell-e bírnia, de sokszor igen. És én félek is ettől egy kicsit,
de eszméletlen jók a színészek, és nagyon értik az a darabot, a karakterüket, ahogy mi miről akarunk beszélni, és ezért pontosan tudják, hogy mikor van az, amikor megtehetik, hogy leénekeljék a csillagokat az égről, és mikor van az, amikor kicsit ebből visszább kell venni a nagy éneklésből, és precízen fogalmazni kell, szinte fél prózában egy dal közben, mert az információ legalább olyan fontos. Oké, nézzük meg még egyszer ezt. Szuper. Ez alatt a sötét alatt talán be is jöhatod a középre. Nem, erősebb lesz itt a zene, és a Gézára még lehalkul a zene. Szóval gyertek még egyszer, gyertek! Egyesen! Nagyon boldog voltam, hogy lehet élő zenekart használni. Össze tudtunk hozni, hogy nagy 12 fős létszám plusz karmester. Azért jó érzés, hogy ott egy zenekar és élő zene, és te mész és énekelsz, és a mondataid alatt zene szól, és még jobban segíti a hatást, amit el akarunk érni. És az előző 9 évben, amióta együtt dolgozunk, mindig ő tulajdonképpen kiszolgált minket Attilával, hol az én szövegemet, hol Attila rendezését, nyilván a kettőt együtt. És most remélem, hogy ez kicsit megfordul, és érezhető lesz majd, hogy bár egységet fog alkotni ez a három opponens, de mégis mi most azt szeretnénk, ha az Adrián véleménye, zenei véleménye lenne az első. Volt egy válogatás, ami egy elég komoly válogatás volt. Közel 100 táncos jelent meg, nagyon-nagyon neves együttesektől, illetve hát olyan igazán jó minőségű táncosokból lehetett válogatni, akik elképesztő technikai tudással rendelkeznek. Ők ugyanúgy főszereplői az előadásnak, mert nélkülük nincsen meg ez a millió. Tehát ők a munkások, ők a kurvák, ők az autószerelők, ők a bulizók, ők az ebédelők, ők a New York-i tömeg. Nem szimbolizálunk mindenféle dolgokat, hogy behozunk egy autót, behozunk egy ilyen vagy olyan lámpát, vagy valamit, hanem itt az emberek jönnek be. Valami olyat szeretnénk volna, ami megvalósítható, de érdekesebb és erősebb vizuálisan, mint általában a színházi megközelítése ennek a darabnak díszlet szintjén. Ez nem olyan, mint a film, hogy elég akkor jó a látvány, hogyha minden képkockája működik. Szerintem itt akkor jó a látvány, hogyha a darabbal tud menni a színpad, és amikor mondod, hogy színpadtechnika, akkor itt bejön az, hogy kiépíthettünk egy teljesen új tagolást a süllyedőkre, amitől a zenekar és különböző részei ennek a kifutónak meg tudnak emelkedni. Ezek eleve az, hogy a nézőtére bejöhet egy ilyen catwalk, az szerintem rendhagyom. Jamie, kérdeztem, hogy miről énekelsz? Oxfordról, meg Montenegróról. Rendben, köszönöm, szuper, álljon meg a forgóval, Erik majd ide kérjük. Kívánok, mi szakadni szépen a forgóhoz, mi szakadni szépen a forgóhoz. A zenekar lassan készült, a zenekar készüljetek, hogy időben tudjuk kezdeni. Én nagyon rettegtem ettől, hogy mi a színpadon vagyunk. Főleg, amikor megtudtam, hogy egy divatbemutató kifutó elválaszt minket, és tudtam a látási viszonyokat, akkor már túl voltunk pár olyan bemutatón, hogy tudom Attilának a végszó zene, ki visszajön. Tehát ilyen nagyon éles váltásokban történnek dolgok, és ezt eddig csak kis zenekarral próbálhattuk ki előző előadásainkban, és akkor most nagy zenekarral ugyanezt összehozni, ez nekem egy rettegés volt. De végül annyira pozitív lett ez az egész, hogy jelmezben vannak, ők is mennek ruhapróbára, tehát az egész, ami
olyan dolog, ami leszokta választani a színházról a zenészeket, hogy nekik ők lent vannak és zenélnek. Itt most így teljesen egy szintre emelkedett, és ennek én nagyon örülök, nagyon jól néz ki, és hát ezáltal tudják a darabot, és együtt lélegeznek vele. Egyszer csak azon vettem észre magam, hogy az első tréningen bennül a Hegedűs D. Géza, és mondom, Géza, neked nem kell megcsinálni, de itt vagyok, nekem végig kell csinálni a tréninget, úgyhogy másfél órát végigizzadt velünk. Azt éreztem, mint az egyetemen, mikor az ember próbál egy darabon, és mindent kipróbálva csinálhat, és együtt írjuk a szövegkönyvet, együtt csináljuk a zenét. Tehát, hogy ez most így minden romantika nélkül mondhatom azt, hogy ez a szövegkönyv, ez az egész csapaté, és a zene az egész csapaté. És ez egészen különleges volt, hogy így együtt tudtunk létrehozni valamit, ami a miénk. Elég sok mindent akartunk, és annak mondjuk azt mondanám, hogy majdnem 80-90%-át át is tudtuk nyomni, és meg tud valósulni, ami nagyon jó érzés, mert az azért elég rendhagyó, hogy az összes ötletünk bele tud kerülni, és még idő is van rá. Én nem szeretném, ha ezek a pletykák rossz képet adnának rólam. Itt fent úgyse hallja senki. Miért hiszi, hogy bárkit ismer? Bocs, ez így nem, ezt ne várjuk nekem a dalba. Nekem szem volt az ugrás. Talán ennek köszönhetem, hogy megismertem egy egészen különlegesen. És itt az atmoszféra felmehet. Hogy egyáltalán előtérzhetném az egész világot és erkölcsi vigyelet. Tehát neki nem tolt fel, felmegyetem, maxapán, bim, ajtó elé kerüljetek emberek, ajtó elé gyertek. Nem tudom megérteni ezt a világot. Gyere Luca, gyertek, Márkus Luca, gyertek. Látom, hogy épül, de nem látom hová. Szabadság ez, hogy valami új háború, nem tudom egyáltalán, mi van ott fent? Én már visszafordíthatatlannak látom ezt a világot. És be kell valljam, hogy talán éppen ezért elkezdtem élvezni. Mi valami olyasmivel kísérletezünk, hogy Gatsbynek a saját stílusát találjuk meg, ezáltal talán a miénket is egy kicsit meg tudjuk fogalmazni, hogy mi, hogy látjuk a zenés előadást. Nem specifikusan egy táncos előadás, és mégis végig táncolnak benne, hiszen ez a hangulat, ez a buli, amiből indul az egész, ez a jó kedv, amit megteremtett Amerika annak idején, azt kellett produkálni, és folyamatosan követelte a rendező, hogy hát itt is mozogjanak, így mozogjanak, úgy mozogjanak, ez a mozgás nagyon jó, Gábor, ezt a mozgást cseréljük ki, ez szerintem, de te jobbat tudsz, mutasd egy másikat. Mindig mondta, hogy mi az a kép, amit lát maga előtt. Én meg azt átfordítottam, átkonvertáltam, átadtam testekre. És akkor a testek közölték azt, amit ő gondol, ezt most úgy hívjuk, hogy én alkalmazott koreográfus vagyok. Visszaemlékezés, ez egy mesélés, és ez egy jelenlét. Tehát a helyzetekben benne kell lenni, de közben mesélni kell a történetet, és közben az az alapvető állapot, hogy vissza kell emlékezni. Ezáltal mi belenyúltunk az ő karakterébe, és megpróbáltuk úgy ráhúzni egy előadásra, hogy a formába találkozon, és hogy színészileg is végtelen izgalmas legyen, hogy ne egy mesélő karakter legyen.
amikor mondták, hogy ez lesz, és hogy zenés darab, és rengeteg zenész, akkor én már így tűkön ültem, hogy úristen, de jó lesz, ehhez képest aztán pont, hogy nekem jóval kevesebbet kellett énekelni, meg táncolni, mert inkább egy ilyen kívülállóbb, prózaibb karakter vagyok, de attól még nagyon élvezem. Tehát annak olyan energiája van, amikor ennyi zenészt lehet hallani körülöttünk, meg a táncosokat, hogy az elképesztő, nagyon jó. Zsombornak nagyon nehéz dolga van, mert például ő nem csak a step-betétbe veszi, hanem a táncokban, akár tehát mint narrátor, mint főszereplő, neki egy az egyben vissza kell kapcsolódnia egy-egy táncmozgásba, ugyanabban a minőségben, mint a táncosok. Nagyon kell tréningeznem az agyamat, meg a koncentrációmat, hogy ott tudjak lenni végig, csomószor csak egy-két megszólalással segítve egy jelenetet. Én azt szerettem volna, hogy egy fiatal ember szemén keresztül lássuk a világot, lássuk az embereket, és lássuk azokat a szituációkat, helyzeteket, amik ma minket körülvesznek. Attilának volt is egy olyan instrukciója, hogy nekem úgy kell csinálnom, hogy az elején így nyújtsam a kezemet, és azt mondjam, hogy gyertek velem, elmesélek egy történetet. Én képtelen vagyok megérkezni. Ez fogadott, amikor visszatértem a katonaságból. Ahogy egyszer egy igazi lány súgta a fülembe, legyetek mindannyian gyönyörűek, hogy bolondok. Súgta a fülembe. Legyetek mindannyian gyönyörűek, hogy bolondok. Oké. Súgta a fülembe. Előtte ez a harmónia lesz végig, és közben már gondolkodjatok rá, hogy ezen belül a pint vagy a terc vagy a... Rózsa, rózsa, kék száró, nyílna már, na már két szál. Rózsa, tépi tüske, kis madár. Tudtam, hogy egy nagy feladat vár rám, és kicsit így... mi lesz. Attila mindig egy irányba terelt, hogy egy rettenesen érzékeny, törékeny lánya. Az egyik mondat az még ilyen boldog, a másik mondat már teljesen maga alatt van. Szóval ezeket nagyon nagy nehéz, vagy színészileg ezt megcsinálni, de nagyon izgalmas és kihívás. Dézi, ahogy a könyvbe le van írva, ilyen légies és megfoghatatlan karakter. A Gatsby az egy ilyen, tehát szegény sorból jött, de felküzdötte magát, és van benne valami folyamatos feszültség, amit én gondolok, és ettől nagyon furán mozog, ezt is meg kellett teremteni. Muszáj mindenemet összegyűjtenem magamba, minden erőmet és minden hitemet, ami mindegy, hogy mi bevetett hit, hogy amikor bemegyek a színpadra, akkor képviselni tudjam azt az erőt és azt az elhivatottságot, ami a Gatsbyben megvan. Megjelenik Gatsby, mindent felborít. Nicknek a Gatsby talán a legfontosabb ember az egész történetben. Neki van igaza leginkább. Hogy 7 éven keresztül hazudik, csallop, és mindent fölépít azért, hogy visszaszerezzen egy nőt, akinek gyereke van, és már nem is belé szerelmes, hanem egy másik emberbe. Tök nonsens az egész, és mégis meggyőz. Mi lehet az egy emberben, hogy egyik részről mondhatjuk úgy, hogy nem képes felfogni, hogy ez a szerelem, ez már elmúlt. Másik részről mondhatnánk úgy, hogy képes egy ember ennyire az utolsó pillanatig hinni, és az utolsó lélegzet vételéig küzdeni valamiért, amiért már lehet, hogy nagyon sokan nem tudnának. Ő volt az arányos, és
Gatsby azt vállalja, hogy egy új életet hazudik magának azért, hogy úgy élhessen, ahogy a legboldogabb volt. Teljesen szimpatikus a csávó. És mégis valami az emberek fejében, a köztudatban úgy van meg Gatsby, hogy ő egy micsoda pozitív hős és micsoda figura, pedig egyáltalán nem így van. De mégis az a gondolat, az a cél, amit ő maga előtt tart, és amiért mindent megváltoztat, annak természetesen van egy romantikája, tényleg bennünk van ez, hogy mindent saját magunkért, mindent azért, ami a legfontosabb, csak ma már ennél összetettebben működnek az emberek. Egyáltalán ki ez a Gatsby? A nevem James Gatz, szüleim egyszerű munkások, nem az égből, nem egy meséből, csupán a semmiből. Mit veszthet egy porszem? Tizenévesen eldöntöttem. Az leszek, aki senki se tudna lenni. Eldöntöttem, én leszek a Nagy Gatsby. Na ki az a Mr. Nagy Gatsby? Menjünk a nevét. Kicsit nyomozgattam utána az a James. Büszke. Nem tudom azt játszani, hogy... És nem is szeretném azt játszani, hogy én Gatsby-ként mindenkinél jobb vagyok, vagy több vagyok. Nem. Ez pont az annak az illúziónak a része, ami a Gatsby a hivatásának az egyik kis töredéke, hogy a környezetében élő emberek elhiggyék azt, hogy ő tökéletes. Nagyon nehéz szerintem ez a darab. Tehát ez nem egy könnyű műfaj, ez egy műfaj teremtő darab lesz szerintem. Ez a 80-valahány ember olyan energiát jelentett, ahol az ember nem engedhette meg magának, hogy elbizonytalanodjon. Mert tényleg mindenki benne volt az első pillanattól kezdve, és valahogy tudtuk, hogy ez most közünk van. Először van velem olyan egy előadásnál, hogy egy kicsit hátradőlök, mert azt érzem, hogy egy hete tulajdonképpen a díszlet az megtörtént, és ami még van, az már tényleg csak a szőrszál hasogatás része. A darab hangulatába involválódni ma egy magyar embernek szerintem egyáltalán nem nehéz. A történet igazságában meg pláne nem, mert ez egy szerelmi történet, egy fájdalmas szerelmi történet a múltból, és nagyon-nagyon-nagyon igaz. Ráadásul egy olyan szerelmi történet, amiről nagyon keveset beszélünk, hogy mi a különbség az első szerelem és a többi szerelem között. Olyan nincs, hogy 7 év alatt egy ember nem változik. Viszont azt is gondolom, hogy olyan van, hogy 7 év alatt egy érzés nem változik. Ma Budapesten éjszaka is egy erős atmoszféra az, hogy vannak tökéletesen kielégült emberek, akik pusztítva magányosnak érzik magukat. És ez a magány, ami felülír minden egyes filozófiát, ami most körénk van pakolva, minden egyes értéket, minden egyes világlátásmódot, minden ideológiát felüli az, hogy az ember igazából lényegében boldog akar lenni. Hol vagy? Azt mindenkinek meg kell hallani, vagy nekünk úgy kell megcsinálni, hogy mindenki meghallja ezt a kérdést, és mindenki rá tudja vonatkoztatni a saját életében, hogy ahhoz a pillanathoz képest ő most hol tart. Nekünk ezen kell most megdolgozni. Van egy mozgás, van egy irány. Most is ő lesz, gyere, és
és ő lesz talán. Nem akartunk egy musicalt létrehozni, egy újabbat, abból van elég. Egy új műfajt szerettünk volna. Merem remélni, hogy ennek van értelme. Én remélem, hogy minden nő, aki majd ezt nézi, a saját megfejtése lesz, és mindenki meg fogja ennek érezni a lényegét, vagy amiről beszélünk. Lenyűgözően szerencsések vagyunk, hogy a nagy színpadon egy ilyen csapattal dolgozhatunk, és megpróbáljuk ezt olyan személyessé tenni, hogy az ember ne azt érezze, hogy egy nagy produkcióra érkezett, hanem azt érezze, hogy valamiféle kiállás, valami olyasmiért, ami nagyon eltűnőben van ma már. Mit veszhet egy porszem, egy cseppből tenger lettem? Ő volt a lány, ő volt a lány, ő volt a lány, most is ő lesz a lány. Ő volt a lány, ő volt a lány, ő volt a lány, most is ő lesz. Megváltoztattam a múltat. Sikerült. És mostantól minden úgy fog történni, ahogy történnie kell.